Nem a helyi közösségeket, hanem politikai érdekeket szolgál az a sürgősségi kormányrendelet tervezet, amely egyebek mellett a választások összevonását is szabályozná. Ezt állítja a Cseke Attila RMDSZ szenátor, aki felhívja a figyelmet a jogszabály vitatható előírásaira. A belügyminisztérium múlt héten csütörtök este bocsátotta közvitára a helyhatósági és az európai parlamenti választások lebonyolításával kapcsolatos intézkedésekről szóló sürgősségi kormányrendelet tervezetet. Ebben az EP és a helyhatósági választások összevonása mellett hajmeresztő előírások is szerepelnek. A tervezet szerint ugyanis az átmeneti időszakban, azaz június 9-től szeptember végéig, vagyis amíg a választott polgármesterek, megyei tanácselnökök, megyei és helyi tanácsosok mandátuma tart, az önkormányzati vezetők átiratkozhatnak egyik pártból a másikba, és folytathatnák mandátumukat ősztől egy másik párt színeiben, ha a választások révén új mandátumot nyernek. Cseke Attila szerint a kormánykoalíció veszélyezteti a közigazgatás, a helyi közszolgáltatás kiszámíthatóságát és hitelességét. Akkor, amikor valaki polgármesteri tisztségre jelentkezik, akkor egy program alapján jelentkezik, illetve egy adott politikai párt színeibe, illetve lehet függetlenként is jelentkezni. Azt a mandátumot pedig végig kell vinned abban annak a politikai pártnak a színeiben, hiszen a választópolgárok a beterjesztett program és az illető párt által javasolt polgármestert is szavazzák meg. Ilyen szempontból pedig a helyi közösség számára, a választópolgár számára fontos, hogy a folytonosság biztosítva legyen. Az RMDSZ ebben a formában nem támogatja a tervezetet, és a parlamentben ellene fog szavazni. Amennyiben valaki más pártba akar átiratkozni, annak be kell azt jelentenie a választások előtt, hiszen így tisztességes a választópolgárral szemben, és vállalnia kell, hogy májustól októberig lemond a polgármesteri tisztségről, fogalmazott Cseke Attila.